Széles mosolyjal az arcán érkezett a biztos jelölti meghallgatására Várhelyi Olivér. Az Európai Unió bővítésének és szomszédságpolitikájának felügyeletét szánják neki az új Európai Bizottságban. Ezért hallgatták meg az Európai Parlament külügyi szakbizottságában. Az uniós diplomata Orbán Viktor második jelöltje az Európai Bizottságba, miután Trócsányi László volt igazságügyi minisztert, kétszer is leszavazták. Várhelyi Olivér 2015 óta a magyar kormány nagykövete Brüsszelben. Bírálói szerint végletekig lojális a magyar miniszterelnökhöz, de a szaktudását ők sem vonják kétségbe. Orbán Viktor októberben Bakuban arról beszélt, ha az Európai Bizottságban Magyarország kapja a bővítésért is felelős biztosi posztot, akkor készek segíteni a türk nyelvű államokat tömörítő türk tanács tagjainak. Ha sikerül ezt a portfóliót megszereznünk, akkor örömmel állunk az önök rendelkezésére, hogy segítsük az önök törekvéseit. Várhelyi Olivér meghallgatásán több frakcióból is kritizálták Orbán Viktor ígéretét, mert az Európai Bizottság tagjai nem az őket delegáló kormányok, hanem az Európai Unió érdekeit képviselik. A biztos jelölt azt állította, egyetlen kormánytól sem fogad el utasításokat. Biztosként a megválasztásom napjától teljesen függetlenül fogok dolgozni, mondta. Várhelyi Olivér ezt a jobbikos Gyöngyösi Márton kritikájára magyarul is megismételte. Önt is itt sokan úgy ismerik, mint egy Fidesz pártkatonát, nem pedig közszolgát. Pártnak tagja nem vagyok, így nehéz lenne pártdelegátként definiálni. Az aggasztó, hogy Magyarország miniszterelnöke úgy tekint önre, mint kézi vezérelt bábjára. Képviselő úr, csak azt tudom mondani, hogy az Európai Bizottság tagjai semmilyen kormánytól, semmilyen más szervtől nem fogadhatnak el utasítást. Én sem fogok. Volt, aki azt kritizálta, hogy nagykövetként eddig Várhelyi Olivér védte meg az Orbán kormány vitatott intézkedéseit Brüsszelben, amelyek miatt több uniós eljárás indult. Várhelyi Olivér úgy reagált, kész a bővítésre szánt pénzek visszatartására is, hogy a tagjelölt országokkal betartassa az Európai Unió jogállamisággal kapcsolatos elvárásait. A külügyi szakbizottság végül leszavazta a biztos jelöltet. Várhelyi Olivérnek így írásban további kérdésekre kell válaszolnia, és ha azzal sem elégedettek, akkor újabb meghallgatást kell tartani.